A Margit kápolna felől sárga turista jelzésen elindulva közelíthetjük meg a Tanúhegy bazalt kúpját. Már a főútról is messziről vonza a szemet az a hatalmas fakereszt, amit a millennium évében Szent István tiszteletére emeltek, és szenteltek fel az államalapító szobrával együtt. A Somlóhegy legmagasabb 432 méter magas csúcsán álló Szent István kilátó 1938-ban Megyeszay István tervei alapján épült. A kilátó a II. Világháborúban komoly károkat szenvedett, amit később aztán helyreállítottak. Helyet ad a vár kitisztításakor talált faragott köveknek is. A kilátóból a vidék szépséges panorámája tárul elénk. Északra a hullámos felületű Kisalföld, halomvidék, keletre a Bakony hegyei, délkelet felé a Balaton felvidék bazalt kúpjai, nyugat felé pedig tiszta időben akár az osztrák Alpokig is ellátni. Ez a síkságból kiemelkedő hegy a legrégibb időktől vonzotta magához az embereket, mert biztos menedéket ígért. Az északi oldal kiemelkedő sziklájára épített vár közel 1000 éves múltra tekint vissza. Hogy kiépítette, nem tudjuk. Eleinte királyi vár volt. Már 1093-ban Szent László király idejében történt róla említés a Tihanyi apátság birtokát és jogviszonyát megerősítő okiratban. 1352-ben Záluk birtokként az Ámbó család, majd 1389-től a Garai család birtokolja. Rövid ideig a Rozgonyiaké, majd Mátyás király Kinizsi Pálnak adományozza. Kinizsi Szapolyai Jánosnak zálogosítja el, akitől Bakócz Tamás birtokába kerül. Bakócz tulajdonlása alatt éli fénykorát, s jelentősen át is alakítják. Bakócz Tamás Erdődi Péternek hagyományozta a várat, Erdődítől pedig a Csoron családra száll, akik hosszan birtokolják s elhanyagolják. Majd 1638-ban az országgyűlés rendeletére a várat újjáépítik és megerősítik. 1707-ben Vakbottyán foglalta el a várat, s rendbe is hozatta, de a Rákóczi szabadságharc után jelentőségét vesztve romlásnak indul. 1735-ben az erdődiek szerzik vissza birtokukat a környező településekkel együtt, s a vár végleg pusztulásnak indul. Jellegzetessége ma a falai fölé mosodó, szabálytalan, kilencszög alapú csonkagúlát formázó konyhakürtő. A Somlói vár ma is kedvelt kirándulóhely minden korosztály számára. A Somló környék egyik legkiemelkedőbb építészeti emléke. A film elkészítését a Norvég Civil Alap támogatta.